Na sziasztok! Igen, tudom, hogy nem rég volt csapatbemutatós videó, viszont ez a kis idő alatt annyit változott a csapatom, hogy egyszerűen muszáj még egy ilyen videót csinálnom. Szóval, mint tudjátok, van ez az új event, ahol egyébként rengeteg pénzt lehet szerezni, és nekem eléggé jól adta játékosokat az event, így tudtam fejleszteni rengeteget. Úgyhogy elmondom nektek, 100-ról 102-es lett az OVR-em, úgyhogy tényleg rengeteget változott a csapatom. De nézzük is akkor, hogy mik is jöttek újításként. Elvében még mindig 100, még mindig Royce van, de most már 103 ratingre is felment az OVR-re. Az egyik csatárom ugye a Lewandowski, a Liga Master Lewandowski, másik az pedig az attakmódos Griezmann, a harmadik ST pedig egy Friday. Eddig nem volt újítás, tehát ők maradtak a régiek, viszont RV-be vettem egy 96-os upgraded Team of the Season Messi-t, aki eléggé jól boostol is egyébként, meg minden, a statisztikái is nagyon jók, és ebből már szerintem sejthetitek is, hogy egy spanyol ligás csapatot építettem az olasz helyett. Elefben van egy 103-as Hazard, hamarosan meg lesz a 99-es változata is, és azután pedig jöhet a 100-as, úgyhogy én már azt nagyon várom, bár ki tudja, hogy mikor lesz meg. CF-be Saïd Doumbia, RF-be pedig 105-ös Di Maria. Tehát az attakba igazából egyedül Messi változott, viszont a középpálya, hát ott majdnem mindenki. Nézzük is. Egyik cam Modric, másik pedig Dani Ceballos. Na most erről a csávóról azt kell tudni, hogy Nainggolannél és Pulisicnál is kétszer jobb minimum, tehát Nainggolan meg Pulisic összevéve nem ér fel ezzel a csábóval. Ezt mindenkinek tudom ajánlani, nem tudom, hogy jelenleg mennyibe kerülhet, még mindig 1 millió 3 körül van szerintem, nem biztos, de aki teheti, az vegye meg. Ez az ember, ez a legjobb játékos esküszöm ebbe a játékba. A harmadik cam pedig James Rodriguez, aki már 107-es. 100 fucking 7-es. Te jó Isten, a legnagyobb ratingű játékosom a játékba, plusz 8-at fejlődött. Tehát ez rettentően durva. És egyébként meglátszik a teljesítményén is, tehát sokkal jobb vele játszani, mint amikor még csak 99, 103, 104-es volt. Esküszöm meglátszik, hogy jobban játszik. Elembe 102-es Inui van, tehát ő is már 6-ot fejlődött. És akkor az egyik CM az egy Tolisso, az egyik liga, egyik ilyen Global Tour eventes master. Hát róla is azt kell tudni, hogy nagyon OP, bár azért nekem sokszor kihagyja a helyzeteket, viszont sokszor olyan gólokat lő, hogy beszarás. Emellett még a védekezési statisztikái is majdnem százasok, úgyhogy, úgyhogy nagyon jó. Ő is simán részt vehet a védekezésben és a támadásban is egyaránt. Nagyon jó játékos egyébként ő is. A másik új CM az pedig egy 103-as, szintén egy upgraded Team of the Season, Toni Kroos. Na már most, ugye a sima Toni Kroos-hoz képest a speedje az rengeteget boostolódott, tehát 85-ös a sprint speedje, ami azért Kroos-hoz képest eléggé jó szerintem. És meg is látszik, hogy azért már fürgébb, meg minden, és nagyon pontosan tud lőni, csavarása is eszméletlenek. Jó van, most nyilván még egy kicsit lassú ez is, de mondom, a sima alapkártyához képest ez egy álom. És akkor az utolsó célom az nyilván Pjanic, őt még nem tudtam úgymond lecserélni, hiszen az a plusz egy tackling az kell a védőknek, meg reaction is egy jó boost mindenkinek, úgyhogy még maradt a csapatba, ki tudja meddig. Eremben még mindig itt van Ricardo Quaresma,
jó, nagyon jó játékos, viszont ugyebár kijöttek a Liga Master upgrade-ek, úgy, tehát most Modricot, Pirlót és Matát lehet fejleszteni, hát nyilván le fogom majd cserélni upgrade-et Matára. De most először is az upgrade-et Pirlót váltottam ki, hiszen ez a kártya, ez egyszerűen csodavédő, meg támadó, meg minden egybe, tehát ő is lassú, viszont 126-os a frékikkel. Eddig vele összesen rúgtam, vagy hát 30 plusz szabadrugást, abból egyetlen egy nem ment be. Ezt komolyan mondom, nem hazudok, nem viccelődök. Minimum 30 szabadrugásból egy az, ami nem ment be. Tehát, aki teheti, akinek megvan a 90-es Pirlo, az mindenféleképpen vele kezdje a kiváltást. Már láttattátok, hogy van egy Schweinsteigerem. Igen, ő is egy ilyen új eventes master. Vele is teljesen meg vagyok elégedve. Statisztikai alapján rettentően OP, és egyébként játékban is, bár nem sokat szokott nála lenni a labda, de amikor nála van, akkor eléggé jól vezeti egyébként, meg pontosan is lő, úgyhogy ő is egy jó játékos, és egyébként ahhoz képest, hogy 97-es, nem is olyan drága. 1.400.000-500.000, valahogy úgy. Az utolsó CDM pedig egy Matic, hát ő is már eléggé régóta a csapat tagja, és 100-asra fejlődött már, tehát ez is már durva. Jön a védelem. LVB-ben még mindig a Game Changer Saul van, LB-be Danny Rose, RB-be Coleman, és ki ez a Mills? Na mindegy. RVB-ben pedig Srenya. Ami változott, kapus fejlődött, hát nem is nagy változás, inkább csak egy kis upgrade. Ez most már a legendari 3-as Oblak, tehát nagyon-nagyon haladok vele is. Jövő héten meg lesz a következő Oblak, tehát 100-as lesz, és már mindenkinek fog adni boostot. Ez eddig csak a spanyol ligának ad. És aki már játszott ellene, az biztosan tudja, hogy ő egy rohadt idegesítő OP kapus. Amikor én játszok ellene, hát egy 5-ből 3-t kivét, hogy rohadjon meg. Na jó. Egyik CB Otamendi, másik Sergio Ramos, és az utolsó pedig a Piqué, és így néz ki a védelem. Sergio Ramosról meg Piquéről azt kell tudni, hogy nem rossz védők, Piqué egy kicsit lassú, de biztos vagyok benne, hogy már mindenki találkozott egyszer minimum Sergio Ramosszal, és mindenki tudja, hogy ő egy ilyen becsúszós kis, hát nem akarok csúnyát mondani most már, de tudjátok, mire gondolok, tehát örökké becsúszik, és mindig valahogyan szabályos lesz, tehát nagyon OP védő sajnos. Így néz ki a középpálya, és így pedig az adtak. Na, nézzünk is, ja, és ezt még elmondom gyorsan, hogy, vagyis hát megmutatom inkább a felállásaimat. 3 darab 102-es felállásom is van, én sem tudom, hogy hogyan értem ezt el, de elértem, illetve az összes többi egy csatáros felállásom 101-es. OVR, kivéve az 5 védős felállások, mert ugye ott van egy Game Changer Saul, meg ilyesmik. Tehát nagyon belehúztam, úgyhogy nézzünk is egy meccset akkor ezzel a csapattal, és hogyha szabad lesz, akkor valószínűleg a 4-2-3-1 targetmenes felállást fogom használni. Nem titok, az a kedvencem, azzal is tudok a legjobban játszani, már amikor nem szívott a játék. De jó Isten, 910.000 fanos ellenfelet kaptam. Hát menj már, fogadjunk 106-os OVR-re lesz. Egyébként itt most már, ahol tartok jelenleg, csak 105 pluszosokat kaptam, úgyhogy el kéne gondolkodnom azon, hogy inkább visszaesek egy kicsit, mert ez így nem jó muka. De mindegy, nézzük az ellenfelet. És 104-es. Na, hát ez fura. 910.000 fannal nincs meg a 105 OVR-re. Nekem csak jó, bár nem biztos, hogy nyerek, de nézzük akkor a meccset. Na, gyerünk, Griezmann. Jó, Griezmann. Griezmann is egyébként sokat fejlődött, nagyon utáltam, sőt, még most is utálom egyébként, mert még mindig szar. Jó.
Táboron nem lehet csavarni, azt már megtanultam. Vagyis hát meg kellett volna, hogy tanuljam. Jó, Griezmann berúgta, bár még mindig nem a kedvencem. Ceballos. Ceballos természetesen nem hibázik. Griezmann, jó, 4-3. Hát ott lesz a 4-4, mert Brékövét kapott, tehát hogyne. Hamas, és kivédi, hogyne. Ő most csak rúgja a gólokat, hát nyilván egyébként. Neki sosincs olyan, hogy kivédi a kapusom, vagy mellé megy, vagy húzza az időt a játék. Nem, neki minden gól, minden támadás. Ezt már megszokhattam egyébként. Griezmann, ja, jól van, azaz. Érdekes, nekem semmit nem véd ki a kapus. Fejelni sem tudunk szögletből. Igazából leszarom. Jól van, nyilván bele. Hurrá. Egyszerűen, srácok, utálom ezt a szarvélyes attakot. Nagyon utálom. Nyilván neki minden támadás gól, soha nem véd ki a kapus semmit, nem húzza az időt neki a játék, mint nekem. Egyszerűen utálom ezt a rakás szarvélyes attakot. Jól van. Nyilván. Na jó van, srácok, leszarom. Vissza fogok esni, engem nem érdekel. Ez így nem jó, hogy örökké, amikor játszok esett, akkor csak fejdegesítem magam. Mert egyébként ez van. Na mindegy. Írjátok a kommentbe, hogy mi a ti véleményetek erről a VS attakról. Nekem ez így túl sok. Tehát a régi attak módhoz képest ez egy szar. Nos, srácok, köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Nem hiszem, hogy a közeljövőben lesz még egy ilyen videó, mert most már nem nagyon tudok fejleszteni csapatot. Úgyhogy ez van. Na, majd találkozunk a következő videóban. Sziasztok!